Cserpakovics András polgármester köszöntőjével nyílt meg a Szent István művelődési házban a Halasi Csipke, a Csipke királynője című kiállítás, amely a halasi csipkevarrás élő hagyományát hivatott bemutatni. A Halasi Csipke 2010 óta a magyar szellemi kulturális örökség része, 2014 óta pedig hungarikum. A 60 féle különböző öltésminta alkalmazása teszi minden egyes darabját egyedivé. Különlegességét és utánozhatatlanságát elismerve 1935-ben védjegyezték. A Magyar Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére maga a halasi csipke és a csipkevarás hagyományának a megőrzése került föl. Tehát ebben az évben ünnepeljük, 2022-ben a halasi csipke 120 éves évfordulóját. Tehát ez is mutatja, hogy nem csak az egy csoda, hogy kialakult 1902-ben a századfordulón a halasi csipke, hanem az igazi nagy csoda az, hogy 120 év alatt meg is maradt ez a hímzés. Rivnyák Tünde és csapata ruháiban az aprólékos kézimunka minőségét és időtlenségét jeleníti meg, amivel saját örökségünket helyezi előtérbe. A közel 120 éves, a világon egyedülálló, kézzel varrott halasi csipkék teszik a ruhákat állandó és egy életre szóló értékké. Alapvetően tényleg, amikor a halasi csipkével tervezek, vagy készítünk ruhát a vendégeknek, tényleg mindig egy külön csodavilágba csöppen az ember, hiszen ez a különleges technika, ez az aprólékos mikrovilág, amiből ez a csipke kirajzolódik és életre kell, ez tényleg olyan, annyira nagyon egyedi és annyira nagyon különleges, hogy tényleg az embert úgy magával ragadja, és a vendégeket is egyébként. A kiállítás megerősítette a magyar kézműves hagyományok értékállóságát, hogy a halasi csipkét miért is tartják szerte a világon értékálló egyedi csodának.